Jégből és hóból készült hatalmas szobrok várják a látogatókat Japánban a 63. Szaporói Hófesztiválon. A tegnap kezdődött rendezvény az ország északi részén lévő Hokkaido-sziget egyik legnagyobb turista látványosságának számít. Érdeklődve figyelik ezek a gyerekek az idei kiállítás leglátványosabb szobrát, a a 17. században fehér márványból készített mauzóleumot még Shah Janan indiai uralkodó építette fel Agra városában, hogy emléket állítson hőn szeretett harmadik feleségének. Az eredeti szerelem emlékműhöz képest fele akkora, 18 méter magas szobor, azonban csak egy az idén kiállított 228 csodás alkotás közül nagy érdeklődésre tart számot a Cúruga kastély készült mása is, amelynek eredetéje Fukushima prefektúrában épült még 1384-ben, mindössze 120 kilométerre a tavalyi földrengés által sújtott atomerőműtől. A szervezők szerint a helyi televízió és a hadsereg emberei a katasztrófa áldozatainak emlékére készítették el a kastély szobrát. Ez az alkotás csodálatos, és gyönyörűen faragták ki. Bárcsak ilyen házam lenne nekem is, mondja ez a nő. A kiállításra készülve profi szobrászok, önkéntesek és katonák január elejétől közel 33 ezer tonna havat szállítottak teherautókkal Szaporó városába. Idén a nevezetes épületek között mutatták be a Tájpei Kastély Múzeum jégből készített mását, de láthatok az érdeklődők hóakváriumot és Miki Egér szobrot is, amivel a készítők a Tokiói Disney kalandpark megépítésének tizedik évfordulójának tisztelegtek. A szervezők reményei szerint az egy hétig tartó fesztivál összesen több mint két millió látogatót vonz idén a városba.